Sziasztok, Jóci vagyok, üdvözöllek a YouTube csatornámon. Srácok, befejezzük most már remélem tényleg a robotzsarut. Már tényleg szerintem ez már a legesleg vége. Bízom benne, hogy most már ez tényleg így az ending része lesz. Hát egy kicsit azért így a végére nekem elfogyott a játék, bevallom őszintén. Kicsit monotonná vált. Többiek azt mondták, Zolika, aki nagyban ajánlott, hogy neki nagyon tetszett a vége is. Hát nem vagyunk egyformán bekötve, de összességében szerintem rohadt jó volt a játék. De azért nagyon vannak hiányosságok. Ezt le lehetett venni? Nem. Oké. Ó! Erősen kifogytam az életből. Sőt, rohadtul. Hát, pont itt van fasza. Király, itt is van egy. És azt hiszem, itt baromi sokan fognak jönni. Ja. Ja, de ez meg üres. Na. Oh, oh. Na, vedd már fel! Nem. Nem veszi fel, bassza meg. Hoppá, pardon. Szépen kigránátoznak minket, mit ne mondjak. Na, gyerünk. A nagyapi. Ijjajjajjajjajjajj. Nincs nagyon élet. Oh. Itt biztos, hogy fölhíleljük gyorsan magunkat. Már ha fel fogjuk tudni. Gyerünk, gyerünk. Hát ez nem volt sok. Azt onnan elveszem nagyon gyorsan. És a nagyapit. Add ide. Itt innen nem jöhetnek. Franco. Na.
néha. Na, Vendel, te... Az a nyád, 1% takarodjunk! Az még azért elég sokan vannak. Anyád, az egyből 1%-ra levitt. Hát itt most muszáj vagyok megvárnia. Meghalt ez az. A fene. Hát ez éppen hogy.
Ó, sehol nincsen élet. Fasza. Hú! Egész fitten el tudod futni előlünk. Mennyi robó. Ezeket itt nem tudom szétverni. Ez hogy bírja el a robotzsarut ez a vékony kis izé? Raklap. Gerenda. Hogy nem vérzett még el? Ez milyen de gagyi, hogy egy ilyen konzervvel lehet. Ez menő volt ez a kép, így alulról. Check upon everyone. Hát ez remek. So it's
Jó, ezekkel itt végigdumálgatunk. Ezeket a filler részeket nem szeretem, jó. Itt volt van, ha itt van. Erre nincs semmi. Megint eltűnt a lépcső. Na itt van, jó van. Na megint itt vagyunk. Itt még sose jártunk, jó. Beadhatta volna előbb is a liftet.
a misunderstanding. Szerintem ez a boss fight. Just an old friend. A de ven! Ez nem volt minden. Fú, nagyon lassan fogy az élet. De... Na. A jó kis padló szólnak.
Mi történik? Ez nem tud már gyorsabban menni? Hát kösz, Murphy. Ezt a kurva! Nem, nincs élet. Ez most hol van? Szét. Nagyon kéne élet. De nem kapok. Ez az. Jól le van robbanva már a robokom. Going somewhere, aha. Na! Szeretném, de nem engedi. Na végre! Mi van? Adrian! Murphy, you need to get out.
Még mindig lesz fight. Nyugi, a robot zsarónak úgyse lesz baja. Megjött robó. Detroiters. Oké, hát ez fantasztikus. A new world record has been set in Detroit. A man called Funeral Bob attended his 1,000th funeral this year. The record-breaking funeral belonged to Max Becker, a former OCP executive. As it turned out, Bob was his only attendee.
The OCP delegation did not arrive due to a rescheduled business meeting. We hope the meeting went well. Moving on. The owner of a local restaurant, Onion Bhaji, in cahoots with a ring of zoo thieves. The restaurant was proved to source the ingredients through crime. The arrest was made by a rookie neighborhood cop, Ulysses Washington, and according to his statement, it wasn't the first animal he had saved. Mert ugye az első a cica volt. One question still remains unanswered. What happens to RoboCop's human status? We've been informed that due to Mayor Mills' resignation, the matter will not be pursued by his office. RoboCop's efforts have prompted a public conversation. I hope OCP doesn't take him off the street. Who will protect us then? Ah! It's RoboCop! Robo! I love you! Drunk guy! To many more years on the force, RoboCop. It's been a busy time for Detroit. The cloud that lowers over the city has lifted. The police end their strike. We're ready to serve, said Officer Ann Lewis, who returned to duty despite her recent injury. What heroism. Detroit can sleep soundly tonight. Question is, for how long? That's all for today. This was Casey Wong. Until next time. Oh yeah, srácok, végeztünk a robot zsarujátékkal. Hát, hogyha így összegezni kéne, akkor összedanám, hogy nem éri meg a teljes áru pénzt. Viszont rajongóknak igen. Viszont ha így leárazzák ilyen 10, hát ilyen 5-10 ezer forintra, vagy esetleg majd bekerül a Game Pass-ba, akkor szerintem mindenképpen érdemes mindenkinek tenni vele egy próbát. Köszönöm, hogy megnéztétek a RoboZsaru végigjátszásomat. Srácok, kérlek iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, hagyjatok itt egy kommentet, hogy nektek hogy tetszett a RoboZsaru. Köszönöm, hogy végignéztétek a videómat. Hoppá, sziasztok!